Újra lesz Margit-szigeti ásványvíz. A fővárosi vízművek és a Szentkirályi Ásványvíz Kft. Indítja be a termelést a 3 éve bezárt Margit-szigeti üzemcsarnokban. Újra indul a Margit-szigeti ásványvíz üzem. Az erről szóló szándéknyilatkozatot a két cég vezetője írta alá. Az együttműködés első ütemében a két társaság megvalósíthatósági tanulmányt készít. Mint ismeretes, a Margit-sziget egy kiemelt környezeti érték. Ez különös szándékunk az, hogy ezt ne terheljük túl, és egy olyan prémium szegmens, és nem az igazából a nagy volumenű termelés a szándékunk, az alapvetéseink szerint. Másfél évszázada ismert, hogy a Margit-szigeten kiváló minőségű víz fakad. Az üzem közelében található forrás feltárását még József főherceg kezdeményezte 1866-ban. A szénsavval dúsított vizet Palatinus víz, majd Szent Margit-szigeti ásványvíz, 2010-ig pedig Margit-szigeti kristályvíz néven forgalmazták. Én azt hiszem, hogy a jelenlegi csarnokba, a jelenlegi üzemben meg tudjuk oldani a palackozást. Az esetleges raktározást azt a szigeten kívül kívánjuk megoldani. A Szentkirályi Ásványvíz Kft.-nek egyébként van például Dunaharasztiba depója, ahol ezt föl tudjuk vállalni. Mindkét cég vezetője azt szeretné, ha a beruházás a lehető legkisebb környezeti terhelést okozná a Margit-szigeten.